Szevasztok srácok, hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit, én Sticky vagyok, és a mai videóban meg fogjuk nézni, hogy kik azok a rapperek, akik beköpték a bandájukat. Azért ez egy általános tendencia a hip-hop világban, hogy általában a rapperek nagy része az a street code szerint éli az életét, vagyis igazából az utcai törvényeket tiszteli, melyek közé tartozik a hűség is, vagyis az, hogy nem szabad senkinek se beköpnie semmilyen körülmények között a saját gengét. Ennek ellenére mégis sokszor láthatunk arra példát, hogy egy-egy rapper, hogyha galibába kerül, akkor mégis eljár a száj. Ez természetesen az esetek nagy részében kifejezetten rossz hatása van az ő karrierére, de még arra is látunk példát fura módon, hogy valakinek pont, hogy jót tesz a karrierének, és csak egyre inkább felfele ível a köpés után. Egy szó mint száz, a mai videóban négy olyan rappert hoztam nektek a közelmúltból, akik valamilyen módon beköpték a gengüket, vagy legalábbis ezzel gyanúsították meg őket. Mielőtt viszont belevágunk a témába, szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ismételten elérhető a Twizy medál. Rengetegen írtatok tényleg minden platformon, DM-ben, kommentben, stb., hogy szeretnétek még venni Twizy medált. Az első kollekció ugye sold out lett eléggé hamar, és most csináltunk egy második és egyben utolsó kollekciót, úgyhogy most még fogtok tudni venni. A nyakláncok már előrendelhetők a blackandwhite.hu oldalán, illetve kidobtam a Twizy című zenémet is erre az apropóra, hogyha valaki még nem látta, akkor mindenképpen csekkolja. Nos, az első rapper a listáról Real Boston Richie, aki egy floridai származású előadó, nemrég csak az utóbbi 2-3 évben robbant be a rap gamebe, de le van szerződve Future kiadójához, és együtt dolgozott már többek között Lil Durk-kel is. Elsősorban lokálisan népszerű, de egyre nagyobb számokat produkál. Flagma gangster flowja van, azonban a múltjában történtek kínos dolgok. 2013-ban egy autórablásba keveredett, amiből csak úgy tudott kimászni, hogy beköpte a társait. Egy nő tett bejelentést, hogy ellopták a Hondáját. A rendőrök bemérték a járművét, és megfigyelték, hogy kik lehettek az elkövetők. Felfedezték, hogy az akkor 16 éves Real Boston Richie és két társa voltak a felelősek. A rendőrök csak a rappert tudták elkapni hármajuk közül és bevitték kihallgatásra. Itt állítólag Richie kitálalt mindenről, elmondta, hogy pontosan kik voltak azok, akikkel ezt elkövették, és hogy pontosan hogyan történt az egész rablás. Mikor kiderültek ezek a dokumentumok a 2013-as köpéséről, nagyon sokan ellene fordultak. De Boston Richie váltig állította, hogy semmi olyat nem vallott a társai ellen, amivel rontotta volna a helyzetüket. Eleinte közös turnéra indult volna Future-rel, azonban levették őt a fellépők közül. Az emberek azt rebesgették, hogy ez is a köpése miatt történt, de ő azt felelte erre, hogy önként döntött így, mert az albumára akar koncentrálni. Hát azt valószínűleg sose fogjuk megtudni, hogy pontosan hogyan történtek ott a dolgok, de igazából egyelőre annyira magas szintre még úgy sem jutott Real Boston Richie, hogy ezek a kiderült infók igazán károsak legyenek az ő karrierére. Menjünk tovább egy szintén floridai rapperrel, Spadam Garam-mel, aki ugyancsak köpött, vagy legalábbis meggyanúsították vele. A mindössze 21 éves rappert a Beatbox című zenéje miatt ismeretitek, mellyel Challenge hullámot indított 2020-ban, és csinált közös verziót belőle The Baby-vel, NLE Csapával, Pusha T-vel, valamint még több más rapperrel is, illetve együtt dolgozott például Tory Lanez-zel. Szerintem nagyon komoly flowja van, ilyen tradicionális Kodak Blackhez hasonló floridai hangzásban utazik, illetve nagyon hard beateket választ mindig. Viszonylag sokszor keveredett bajba, és egyik alkalommal még köpésre is sor került. Ugyancsak autólopásról beszélhetünk, úgy látszik, hogy ez a floridai rappereknél egyfajta fétis. 2018-ban szintén egy Honda lett ellopva egy Jacksonville-i lakostól. A rendőrség megtalálta annak a háznak az udvarán, melyben a rapper és egy haverja éppen tartózkodott. Mikor Spadam Garam-ék meglátták, hogy jönnek a rendőrök, elmenekültek a házból. Azok bementek átkutatni a szobákat, melyben találtak két Glockot, töltényeket, egy zsák füvet és némi tablettát. Mikor elkapták őket, a haverja egy szó sem szólt a rendőröknek, ő viszont kitált mindenről, elmondta, hogy amiket találtak a rendőrök, egyik sem az övé volt, mind a haverjáit. Az ügy vége az lett, hogy a rapper ellen semmilyen vád nem indult, hanem a barátját vádolták meg mindennel. Szerencséjére végül őt is felmentették, de ha Spademen múlik, bemártja a haverját. Kifejezetten kártékony hatása lett ennek az egész sztorinak Spadam Garam karrierére, állítólag ő már kifizetett 100 000 dollárt Lil Durk-nek az eset előtt, viszont amikor ez kiderült, akkor Durk inkább visszaküldte a pénzt, mint sem hogy csináljon vele egy feature-t. A következő pedig minden idők leghírhettebb snitch rappere, 6ix9ine. 2017 környékén lett felkapott, és a kezdetektől az egész image New Yorki utcai gangster lifestyle köré lett építve. Nyíltan a Blood Gang tagja volt, azon belül is a 9 Trey alcsoporté. Minden zenéje is kb. Erről szólt, a videóklipjében közismert bűnözőket láthattunk. A stratégiája jól működött, mert az agresszív és veszélyesnek tűnő karakter, aki mindenkivel kötözködik, népszerű lett az interneten. Óriási hírnévre tett szert, világszerte koncerteket tartott, a
legnagyobb rapperekkel dolgozott együtt, mint például Kanye West, Lil Baby vagy Nicki Minaj. Ez egészen 2018 novemberéig tartott, amikor letartóztatták 6ix9ine-t szervezett bűnözés és különböző fegyveres cselekmények miatt. Eleinte életfogytiglant is kaphatott volna, aztán ezt levitték 47 évre. De 6ix9ine úgy döntött, hogy beköpi az egész bandáját és kitálalt mindenről, elmondta az ügyésznek, hogy pontosan hogyan történnek a rablások, hogyan nézett ki az egész gangnek a struktúrája, kinek milyen feladata volt, meg is nevezte az egyes elkövetőket, illetve megnevezett több előadót is magán kívül, akinek bármi köze volt a Blood Ganghez, itt jött képbe például Trippie Redd és Cardi B is. A büntetése így összességében csak 2 év lett, de ennek is egy részét le tudta tölteni házi őrizetben. 6ix9ine ezután még megosztóbb személy lett a hip-hop világban, mint azelőtt. A hitelességét teljesen elvesztette, gyakorlatilag mindenki elfordult felőle a rapperek közül, egy-két előadót kivéve, és a rajongói jelentős része is lemondott róla. Képzeljétek el, hogy az emberünk konkrétan a gangstersége, mint image köré építette az egész karakterét, és az egyik pillanatról a másikra romba dőlt. Rengetegen elkezdték őt patkánynak nevezni ekkoriban, de én már ekkor sem értettem egyet igazából ezekkel az emberekkel, mert nagyon sokan nem látják a teljes képet. Nagyon sokan nem tudták azt, hogy 6ix9ine időrendben már hamarabb összeveszett és szakított a menedzsmentjével, illetve a gangjével, még mielőtt ez az egész kiderült volna. Mielőtt ők lebuktak volna és letartóztatták volna az egész 9Trey ganget, már azelőtt 6ix9ine és a gengek között komoly konfliktusok voltak, ugyanis a gengje nagyon komolyan kihasználta 6ix9ine-t, rengeteg pénzt lopott tőle, illetve többször meg is fenyegették, volt, hogy elrabolták, valamint a gyerekének az anyjával lefeküdtek. Instagramon ki is posztolt 6ix9ine ekkoriban több videót arról, hogy teljesen megszakította a kapcsolatot az előző csapatával. Lényegében mielőtt őt lecsukták volna, és mielőtt vallott volna a gengjéről, már azelőtt az ellenségeivé váltak, tehát valójában nem a saját csapatát köpte be, hanem az ellenségeit. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a gengje hamarabb árult el 6ix9ine-t, mint 6ix9ine a gengjét. És megmondom nektek teljesen őszintén, én ugyanezt tettem volna a helyében, hogyha valaki velem ilyen módon kiszúr, akkor nyilvánvalóan én se fogom a saját életemet arra áldozni, hogy ne köpjem be őt. Igazából azok az emberek, akik őt patkánynak nevezik, teljesen kifordítják ezt az egész hűség elvet, mert nyilván ahhoz leszel hűséges, aki hozzád is hűséges, tehát hogyha valaki téged hátba támad, akkor nem fogod saját magad feláldozni érte. Azóta a rapper karriere több fordulatot is vett, amiket elmeséltem nektek több videóban. Elég sok rapperrel került összetűzésbe ezóta, voltak, akiket azután gyalázott meg, hogy elhunytak, mint például King Bond. Természetesen ez nekem is egy olyan dolog volt, amivel nem tudom azonosulni, tehát ez alól nincsen mentsége, de ez egy tök más sztori, mint a köpés. Most nemrég pórulját egy Kondi WC-jébe, miután elpáholták, jelenleg pedig elsősorban latin zenéket készít, kiadott egy teljes albumot is, rendkívül sikeres vele, de hogyha szeretnétek, akkor csináltok róla egyébként egy tök részletes update videót is, ha van rá igény, kommentbe írjátok rá, hogy szeretnétek-e. Végül, de nem utolsó sorban a legfrissebb snitch sztori következik, ami a mai napig egy kicsit rejtélyes, nem teljesen egyértelmű, viszont annál érdekesebb. Gunnáról beszélek, akit bizonyára mindannyian ismertek. Atlantai származású rapper, aki Young Thug szárnyai alatt nevelkedve lett felkapott, és le is szerződött Thug kiadójához, a YSL-hez. Az évek során rengeteg közös zenéjük jelent meg, ikonikus duó lettek a rap game-ben, már a Gunna is a legnépszerűbb rapperek közé került, ő is együtt dolgozott már a hip-hop krémjével, hatalmas slágereket gyártott. Mindenkit váratlanul ért, amikor Thugot, Gunnát és további 26 szemét letartóztatták 2022 májusában. A vád az úgynevezett RICO volt, ami egy mozaik szó, és magyarra fordítva szervezett bűnözés, zsarolást és korrupciót jelent. Az FBI szerint a YSL nem csupán zenei kiadó és közösség, hanem egy utcai bűnszervezet és olyan illegális tevékenységekért felel, mint például kábszerkereskedelem, rablás, lopás, engedély nélküli fegyverkereskedelem és bizony más emberek eltevése láb alól. Thugot tekintik a gang vezetőjének, aki elrendeli ezeket a szörnyű bűncselekményeket, Gunna pedig egy magasrangú beosztottnak számít a bandában. Több váddal is illették ezt az egész ganget, amit egyébként nagyon sokan cáfolnak, tehát nagyon sokan azt állítják, hogy ez csak egy ilyen kitaláció, és csak meg akarják fúrni ezeknek a sikeres rappereknek a zenei karrierét. Mindenesetre én most kettőt, a két legkomolyabbat emelném ki a vádak közül. Az egyik, hogy állítólag Young Thug parancsot adott az embereinek, hogy szúrják le YFN Lucci-t, aki szintén atlantai rapper, és beefeltek. Elvileg Thug arra utasította az embereit, hogy a börtönben végezzenek Lucci-val, akik ezt meg is próbálták, de ő túlélte. A másik pedig, hogy elvileg még 2015-ben Thug parancsára az emberei lelőttek egy rivális bandatagot. Állítólag Thug béreltette ki az autót, amelyből leadták a lövéseket. Az eset után pedig még instant dicsekedett is vele. Azért mondom, hogy állítólag, mert ezek nincs csak vádak, tehát ez nincs bizonyítva, hanem pont még most is folynak tárgyalások ezügyben, több mint
most már lassan másfél éve. Gunnát a Rico mellett még azzal is vádolták, hogy a Shady Park Crips tagja, és részt vett két lövöldözésben is. A rapper azonban Instagramra kiírta, hogy ártatlan és tisztára fogja mosni a nevét. Végül is egészen pontosan ezt tette, amikor úgy döntött, hogy együtt fog működni az ügyésszel, vádalkut kötött és belement abba, hogy őt szabadon engedik, azzal a feltétellel, hogy a tárgyalásnak a későbbi szakaszaiban, ha arra kerülne sor, akkor hajlandó tanúzni, hajlandó vallomást tenni a saját társai ellen, beleértve Ján tagot is. Gyakorlatilag aznap, amikor belement ebbe a vádalkuba, már szabadon is engedték és hazamehetett Gunna. Az ügyvédei meg az egész jogi csapata bőszen nyilatkoztak a médiában, hogy semmi olyan nem hangzott el Gunna részéről, amellyel köpött volna igazából a YSL ellen, vagy amellyel hátrányosabb helyzetbe tette volna Ján tagot. Vagyis még mielőtt bárki elkezdte volna meggyanúsítani Gunnát, hogy köpött, már azelőtt megpróbálták levakarni ezt a címkét Gunnáról, de ez nem sikerült, ugyanis napvilágot láttak konkrét felvételek a tárgyaló teremből, ahol az ügyész kérdezi Gunnát, és ő lényegében hát egész konkrétan Young Thug ellen vallomást tesz. Amit viszont a mai napig nem lehet tudni, és ami miatt rejtés ez az egész sztori, az az, hogy nem tudjuk, hogy Young Thug hogyan vélekedik erről az egészről. Két opció lehetséges igazából, az egyik az az, hogy tényleg az történt, hogy beköpte Thugot, és köztük nem volt erről kommunikáció, és Thug mélységesen csalódott Gunnában, olyan úgy kezdődik, mintha jobb keze lett volna a csávó, tehát nagyon-nagyon közeli viszonyban voltak. A másik opció viszont az, hogy ezt tudatosan csinálták, és hogy előre megbeszélték azt, hogy ezt kell tenniük. Ugyanis, ha belegondoltok, az egész YSL kiadó most rács mögött van, senki nem ad ki zenéket emiatt, senki nem tud pénzt keresni, senki nem tud pénzt hozni a kiadónak. Nyilván az eleve felvett zenéket ki lehet adni, mint például kiadtak egy egész Young Thug lemezt így, de egy idő után nyilván ez elfogy. Na, valaki kell, hogy pénzt termeljen a YSL-nek. És éppen ezért elvileg lehet, hogy kitalálták azt, hogy Gunnát tudatosan úgymond kijuttatják a börtönből, tehát inkább menjen bele egy vádalkuba és vajon az egész geng ellen, csak legalább ő kijut, és akkor addig tudja termelni a zenéket, tud menni koncertezni, tudja vinni az egész brandet. És egyébként látszólag eléggé elképzelhető, hogy tényleg ez történt, ugyanis Gunna a szabadulása óta kiadott egy olyan albumot, ami hatalmas siker lett. Érdekes módon egyáltalán nem vesztett a népszerűségéből, hanem sokkal felkapottabb is lett, mint előtte. Az előbb említett album egyébként a Gift and Curse címre hallgat, eszméletlen nagy siker lett, és sold out arénás koncertet is tartott vele New Yorkban. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogyha mondjuk Thug is kiszabadul, vagy lesz valami érdemi fejlemény ebben az ügyben, hogy itt mik történtek a háttérben. Viszont most ez lett volna ez a négy rapper, azonban még mellettük is vannak más rapperek, akik nagyon-nagyon híresek, és nem biztos, hogy gondolnátok róluk, hogy egyébként köpésbe keveredtek. Ha szeretnétek róluk is egy következő második epizódot, akkor kommentben mindenképpen jelezzétek, hogy tudjak róla. Ne felejtsétek el még egyszer csekkolni a nyakláncot, hogyha szeretnétek, akkor csapjatok le, mert nagyon-nagyon gyorsan fogy, illetve a zenémet is csekkoljátok. Én ennyi voltam mára, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben hamarosan, legyetek jók, ciao.